A hivatalos fűtési szezon október 15-én indul, de szeptember közepétől bárki igényelheti a szolgáltatás elindítását a társasházakban. Ehhez azonban a házak belső rendszereinek is indulásra készen kell lenni, ezért a szerelési munkákat szükséges minél hamarabb befejezni és kérni a ház fűtési rendszerének feltöltését. 15-től a távhőszolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége van, és ennek úgy tudunk eleget tenni, hogyha a mi rendszerünkön túl az épületekben a belső rendszerek is rendelkezésre állnak. A tegnapi adatok szerint még több mint 90 épületben van leürítve a rendszer, tehát azt jelenti, hogy ott nem tudnánk elindítani a fűtést, ha szükséges. Ugye mondhatjuk azt, hogy körülbelül 2 hét van még az indulásig, illetve 2 hét van a rendelkezésre állási időpontig, és hát az elegendő ahhoz, hogy visszatöltsük. Ezt a közös képviselők és a lakásszövetkezetek tudják igényelni a Széphő ZRT-től. Szeretnék kérni mindenkit, hogy minél előbb jelentse be az igényét, minél előbb kérje azt, hogy visszatöltsük ezt a rendszert, mert nekünk is korlátos a kapacitásunk. Tehát előfordulhat az, hogy az utolsó pillanatban már nem fogunk tudni visszatölteni, és az kellemetlen lenne, ha esetleg szeptember 16-17-e környékén esetleg bejön egy hűvösebb idő, szükség lenne már a fűtésre, és nem tudnánk teljesíteni. Azokban a társasházakban tehát, ahol készen áll a rendszer, szeptember 15-től kérhető a fűtés. A megbízottak az internetes felületen keresztül igényelhetik a szolgáltatás indítását, így a bejelentéstől számított rövid időn belül melegek lehetnek a radiátorok. A hivatalos fűtési szezon október 15-én kezdődik.